Vérmesebb remények nélkül juniorkorú játékosével utazott el Pécsre a nyíregyházi kosársuli, amely két meccset is játszott kevesebb, mint 24 órán belül. Előbb a Pink Ese csapatától szenvedett 30 pontos vereséget az NKS, majd a Peas Pécs Pingvinek ellen már szorosabb meccset játszottak a vendégek, de ezúttal is a hazaiak örülhettek 16 pontos győzelmüknek. Farkasinszky Gyuláni szakmai igazgató a vereségek ellenére is talált pozitívumokat a mérkőzésekben. Az első mérkőzés az azt mondom, hogy egy kicsikét számomra hagyott kívánni volott maga után. Nem azért, mert ugye a számszerűi különbség, hanem inkább az, ahogy tehát a picit lélektelen volt maga a játék, tehát nem láttam azt az akaratot és azt a felszabadult játékot, amit ugye látni szerettem volna ezen a mérkőzésen. Este azért leültünk, kicsit beszélgettünk a lányokkal, hogy hát végül is itt azért vagyunk itt, mert szeretjük ezt a játékot, és nem azért, mert bennünket ide kényszerítettek, és hogy kicsit jobban élvezzük, lazábban játszunk, mert ugye végül is ez a kosárlabda egy szép játék, tehát nem kell itt mindenféleképpen rágölcsölni. És a második mérkőzésre a Peac ellen valóban úgy jöttek ki a lányok, hogy mindenki vállalkozott, olyan gyönyörű megoldásaink voltak az ellenfél védekezésen, tök mindegy, hogy most embert fogott, egész pályázott, vagy éppen zónát védekezett, hogy tényleg öröm volt nézni. Az egy kicsikét ugye megnehezítette a dolgunkat, hogy a Dorina az ide korán kipontozódott. A nyíregyháziak vasárnap az utolsó előtti fordulóban Tatabányán lépnek pályára. Ez a mérkőzés elméletileg ugye itthon lett volna, de a Tatabánya kérésére mi pályaválasztó jogot cseréltünk, és így már utólag nem biztos, hogy egy baromi jó döntés volt ez, de hát mindegy, akkor a kértek tőlünk, mi pedig általában mindenkinek segítünk, aki valamilyen kéréssel fordul hozzánk. Hát itt most elmegyünk, ugyanúgy megint utazunk egy jót, reméljük, hogy most az idő kegyesebb lesz hozzánk, mert azért Pécsre esőbe mentünk, esőbe jöttünk, tehát azért az nem volt egy egyszerű utazás. Hát most megpróbálunk mindent, tehát én azt mondom, ugyanúgy, amit eddig mondtam, hogy játszunk, kosárlabdázunk, élvezzük a játékot, és abban bármi kijöhet. Egy szoros eredmény lesz, akkor én azzal elégedett vagyok, ha meg nyerünk, akkor biztos, hogy ilyen tortákat sütünk meg, valami hasonló dolgokat adunk elő, de ettől függetlenül a papírforma még mindig azt mutatja, hogy a Tatabány az esélyesebb ezen a mérkőzésen. Az amatőr NBA tabelláját a TFS-e vezeti 23 győzelemmel és két vereséggel, megelőzve a 21-2-es mutatóval álló csatadíjasét. A nyíregyházi kosársuli 5 győzelemmel és 19 vereséggel a bennmaradás jelentő 11. helyen várja vasárnapi tatabányai vendégjátékát.